Engem oda Ivánnak hívnak. Jánbokról jöttem a feleségemmel. Éváék segítettek bennünket ide. Hallottuk, hogy lesz itt bemerítkezés. És szerettem volna eljönni, megnézni, hogy szlovák földön hogyan megy a bemerítkezés. Én bizonyságot szeretnék arról tenni, hogy én hogyan ismertem meg az Úr Jézus Krisztust. Én egy olyan családba születtem, ahol édesanyám nagyon szerette a jó Istent, rengeteget beszélt nekünk Jézus Krisztusról, és mindig arra bátorított bennünket, hogy fiam, menjetek a templomba, járjatok misékre, hittanórákra az iskolába, mert az Isten nagyon szeret benneteket. Jézus Krisztus nagyon szeret benneteket. Szót fogadó gyermekként így elmentünk, elmentem én is, mert 8 vagyunk testvérek, tehát mindjárt oda jártunk. De ahogy növekedtem, hiába jártam így a templomba, hiába jártam hittanórákra, valahogy nem akart változni az életem. Valahogy sokkal jobban tetszett az, amit a világ kínált nekem fel. Fiatal emberként, 10 évesként nagyon szerettem a sportot, sport volt a mindenem. Mikor elkerültem tanulni, és felkerültem Budapestre, ott a sport mellett már jött a többi világi ajándék, az ital, a paráznaság. Tehát minden, amivel be tudok csapni, most már azt tudom mondani a világ, de akkor nagyon tetszett. És nem volt az én Istenem olyan erős, hogy meg tudtam változtatni. Mert nem ismertem az igaz Isten. Az én Istenem gyenge volt ahhoz. Mert azt el kell mondani, hogy ahány fajta ember létezik ezen a földön, majd annyi Isten van az embereknek. Egy igaz Isten van. Ezt 28 éves koromban tanultam meg. Most már 17 éve lelkipásztorként szolgálok. Szolgálom az Urat Zsámbakon a gyülekezetbe, és rengeteg helyre elütt már az Úr. Azt is tudom most már, hogy miért mutatott meg annyi lehetőséget, mert a mi gyülekezetünk Zsámbokon, nem illetően az a neve, hogy Zsámboki Evangéliumi Gyülekezet, mert minket az Úr arra hívott el, hogy missziózunk az ő igéjével. Én 17 év alatt 3/4 Magyarország részét bejártam, és hirdettem az evangéliumot. Én azt kértem az Úrtól, Uram, én roma ember vagyok. Te azt mondod, hogy jöjjek úgy, ahogy vagyok. Te így hívsz engem. Te azt mondod, hogy szeretsz engem. De Uram, ha kifele nézek a világ felé, teljesen más tapasztalok. Kinéznek a bőröm színe véget, ezért elutasítanak, sőt, Uram, még bolondnak is néznek, ha te rólad beszélek. Mert azt gondolják, hogy egy cigány ember nem szeretheti a jó Istent. A cigány ember az a gonosz ember, az hitetlen, az nagyon gonosz. És rá kellett arra önnöm, mert az én megtérésem az nagyon rövid idő alatt megtörtént. Mert miképpen szerettem a világot, az úgy gyorsan közbe is lépett. 16 éves voltam, amikor édesanyámat elvesztettem, de 38 éves volt, amikor meghalt. A legkisebb öcsöm akkor 8 éves volt. Édesapámat valahogy megértem emberileg, akkor ugye most a anyát hozott a házhoz, mert egy 5 éves gyereket nem tudtam felnevelni. Sőt, azon kívül még 3 volt mellette otthon. És egy róma embernek van egy olyan büszkeség, egy olyan tartás, hogy nehogy már a lánya most, aki az alsó neműjét. Valahogy most is megértem. És ez véget hozott egy most a azt mondta a házhoz, én 16 évesen elkerültem otthon, mert egyszerűen nem bírtam elviselni. Én nagyon szerettem édesanyámat. És ez véget nagyon haragossá lettem az Istennek. Uram, azt mondják, hogy te szerető Isten vagy. Akkor magyarázok nekem ezt, tehát akkor hogyan engedhetted meg, hogy egy 8 gyermekes anyát elviszel 38 éves korában? Attól, Uram, tőle hallottam, te rólad. És rá kellett arra jönnöm, hogy a Jóisten mondja a János evangéliumában, hogy ha az ember, hogyha a búza szem meg nem hal, akkor egyedül marad. Ezt magunkra fordítva, magunk, az én akaratom nem hal meg, és nem éled újjá egy új akarat, pedig Isten akarata, akkor én
őszintén kimondom, bár csúnya szó, még mindig utálom az Istent. De rá kellett arra jönni, hogy az én akaratom nem tudja dicsérni az jó Istent. Nem tudom azt úgy elmondani, Uram, te tényleg jó vagy. Nem lett volna az, aki megértette volna velem, hogy az én édesanyámnak még kellett meghalni. Most már tudom, hogy mindennek áll. És a jó Isten így figyelmeztet bennünket, mert a 8 testvérből minden 8-an hallották az evangéliumot. Abból 7 nagyon odaszánt. Még édesanyánkhoz nem nyújt a jó Isten, addig nem kerestük az Isten akaratát. A magunk akarata szerint próbáltuk az Isten akaratát keresni. Megértettem azt, és most már azt is elhiszem, hogy a jó Isten tényleg nincs benne semmi gonoszság. Ő cselekszik az építő. Ő cselekszik, akkor tud nekem épülésemre lenni, ha elhiszem úgy, hogy az én akaratom az nem jó. Isten akarata helyes. De ez, ugye meg kellett újulnunk, hogy az Úr azt mondja, hogy újuljatok meg elmétekben és lelketekben. Míg az én gondolkozásom szerint próbáltam az Istent keresni, főleg roma emberként, bár annyira nem ismerem így a nem roma embereknek a vallásossági oldalát, mi nagyon vallásos emberek vagyunk. Mi annyira szeretnénk bizonyítani az Istennek, hogy mennyire szeressük, hogy főleg a szolgálati évek alatt nagyon sok roma telepen jártam. Pécstől kezdve mindenfelé is, és hogy az Úrtól kértem, tényleg romák felé vezetett, és vezet is. És volt olyan tapasztalatom, hogy kért egy idős asszony. És beköszöntem neki, hogy Isten szeret téged. Szeretnéd őt megismerni. És kijött, és sírva, már úgy kezdte. Itt a zsebkendők, nézd, még a kereszt vele van varva. És sírva mondja, én nagyon szeretem az Istent. De fel kellett ébreszteni abból, hogy az Isten nem egy zsebkendőben létezik. Nem ilyen emblémában, meg kifaragott dolgokban. Az Isten az nem szobor. Nem egy érzéktelen valami eszköz. Az Isten az élő személy. És ha te szeretnek az Istent, először tanuld meg, hogy ő szeret téged. És ebből a szeretetből tudsz táplálkozni, fogod tudni szeretni az Istent. Megértette, tök ezve másképp gondolkodott az Istenről. Nekem is meg kellett újulnom. Az elmémben az Isten nem fér bele. Oly téren az ő bölcsessége bolondságnak tűnt. Uram, én sokkal jobban tudom én. Nekem mi a jó? És ez valóságosan ebben a világban így is működik. Mi majdnem sokszor jobban tudjuk, magunk akarata szerint, nekünk mi a jó. Ez elfogadható, de nem helyes. Mert a világon túl mi már nem tudunk látni. Egyszer, másodszor meg az hazugság, hogy mi tudnánk mindent. Mi nem tudunk semmit. Mikor ezen elkezdtem gondolkozni, és ez vitt arra, hogy döntés hoz a Krisztus mellett, de ugye ahhoz az nem elegen, hogy elmémben meg kell újulnom. Lelkem is meg kellett újulni. De ez meg akkor működik, amikor elkezdek gondolkozni, Uram, te valóságos személy vagy? Ez félelmetesnek tűnik, de jó vagy, vagy? Tehát el kellett azon is gondolkodnom, Uram, te tényleg elfogadsz engem, hogy ilyen vagyok? Ez jó, de hogy fogom ezt megtapasztalni? És ehhez kellett a Szentlélek Isten. Lelkemben meg kellett újulni, hagyni kellett azt, hogy Uram, vezess te! Ne én tanítson magam meg a körülöttem lévő világ, nem te taníts engem. És azt tudom most már tudom azt, hogy mikor sok roma ember azt mondja, hogy én már teljesen másképp gondolkodom, én most már ismerem az Istent. És lelkedben ne lehiszed. Azt mondja, hogy te cselekszel, hogy az Istennek a dicsőségére van. Vagy éppen Istennek tetszésére van. És akkor elkezdnek gondolkodni, hogy hát de mi az, ami Istennek tetsz? Hát meg kell újra az lelkedben. Csak az Isten lelke fog téged vezérelni. Hála az Úrnak ezen én is túlestem, és így most már egy hónap alatt megfordult az életem. Sokan úgy mondják a faluban, hogy ilyen Pál fordulaton estem át, hát Pál az 3 nap alatt megújult. Nekem egy hónap kellett rá. És attól kezdve engem nem tudtak megállítani. Én bementem a hivatalt, evangelizáltam a polgármestert, a jegyzőt, mindenkit,
a papot, mert a faluban katolikus pap van, be akartam menni a templom, és azt mondom neki, hogy el fogom evangelizálni. Tudja már meg, hogy Krisztus az a Krisztus, nem kell hozzá semmi, csak el kell hinni, és elegendő a mennybe jutáshoz. Nem kell semmiféle hitszentség. Én annyira, be akartam még a papot is, be akartam tanítani, evangelizálni. És ez a tűz most is megvan benne. Egyet tudok, hogy mai napon már elhangzott az, aki az Urat válassza, tényleg nem könnyű. Azt is tudom, mert dicsőség az Úrnak, hogy rengeteg gyülekezeti pántolásban részt tudtam benne. Akkor gyerekszolgálatokban klubokat részt tudtam hozni. Könnyű a szolgálat? Nem. Dicsőséges? Az. Van benne öröm rengeteg. Ez mellett eltompul az, mikor szenvedni kell a Krisztusért, és még fájdalmak is vannak. És gyönyörűséges tud lenni? Nagyon. 43 éves vagyok csak, 17 éve szolgálom az Urat. Kevés az idő. Sokan azt mondják, hogy bőbeszédű vagyok. Vigyáznom kell, mert tényleg az vagyok. Megéri az Urat szolgálni tényleg. Az Urat úgy lehet szolgálni, hogy teljes erőből, teljes lélek, elméből. Szóval nincs olyan az, hogy szeretem az Urat, egy kicsit hátul hagyom őt. Nem szolgálom. Az Urat úgy lehet szolgálni, hagyom az Úr menjen elém, és én követem őt. És tudjátok, akkor lesz. Akkor lesz áldásá a ti életetekre is. Amikor megtapasztaltok, úgy tudom elképzelni, már kicsit humoros, hogy egy világhírű kosárlabdás megy elő, játszik a labdával, és aki meg szeretne tanulni kosárlabdázni, az követi őt. És akkor valami jót teszek én, akkor egy labdát dob hátra. Elkapom, és elkezdem kezembe formázgatni, hogy milyen jó labda ez, egyre jobb. Egy jobban tudok én is vele játszani. Akkor egyre többször hagyom az Urat előreengedni, és egyre jobban akarom követni őt valóságosan. Utóbb megfogom, hogy egyre több labdát kapok hátra. És amikor elkapom, csak csodálkozok, hogy tényleg jó az Urat követni. De követni azt jelenti, hogy valaki előttem jár, az pedig az Úr. Én nem járhatok az Úr előtt. Sajnos ez a rossz tapasztalat, hogy sokszor azt akarjuk, hogy mikor az én akaratom nem hagyom, hogy meghalljon, elcsendesedjen, megalacsonyodjon az Úr akarat előtt, akkor hátra akarom hagyni az Urat. Akkor már az Úr követne engem. De az már sosem lesz. Mert az Úr azt mondta, hogy velünk van, nem, hogy minket követ. Talán így zárásképpen ne sokat mondjak. Zsoltár 55. Zsoltár 15. vers. Nagyon jó és áldásos gyakorolni ezt az ige verset, ami itt szól, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, Isten dicsőt teszem. Szerintem nagyon ismerős ige vers. Ez akkor lesz valóságosá tenéket, ha elfogadod azt, hogy az Urat követni nem könnyű. Ezt ő maga mondta, engem követni fogtok, az a világ megfogná neteket utána. De ne felejtjétek, hogy először engemet utált meg. Szóval áldásossá lenni nem azt jelenti, hogy minden szép és jó. Az nem az Úrnak az útja. Ha az Úr véget, vagy érte, szenvedsz, az az áldásos útja. Mert Jézus Krisztus is ezt tette. Talán nincs egy olyan nap, amit azt lehetne mondani, így visszaemlékezve gyorsan, hogy neki szép napja lett volna. Szegényt ütötték, hanem köpködték, hanem gúnyolták, hanem Isten káromlónak mondták. Mindennek, minden rossznak elmondták. Ez vár ránk is. De a búzamak, ha nem hal meg, egyedül marad. De az Úr azért jött, hogy meghalljon, és ő véget, az ő belevetett hitünk által sokká legyen az Úr Jézus. Itten sok Krisztusunk vagyunk, sok Jézus, nem sok Jézus van ebben a kis teremben most, mert az ő követői vagyunk. Ez azt jelenti, hogy te, én, és mindjárt a maga kis otthonába. Így van Feri, így van Évi. Áldásos, áldásra tudunk lenni.
mert az Úr azért hívott el bennünket. Az Úr, mint a világ világosága, ő már mennybe van. Minket hagyott hátra világítani. Nem magára mondta azt, hogy én elmegyek, aztán majd éleszek mondjuk a világ világossága. Mi vagyunk itt most már, nekünk kell világítani az igazságot. Nem mondta magára az Úr Jézus, hogy ő a világ sója. Ránk mondja. És ez nem a piacon, nem magyarul nem távol a családtól, rokonoktól, hanem pont a család és a rokonok közt kell nekünk világítani, sónak lenni. És így bármerre a világon. Tehát a nehézségbe ütközöl, segélyhívó szám van, mint az Úr adott meg nekünk. 50.000 és Zsoltár 15. vers. Magyarul lefordítva nagyon egyszerűen. Ha szenvedsz is, ma nem bírod, hát hívj engem, és ő segít, és ő megsegít. Köszönöm.